No, most akkor egy hiánypótló videó következik, mert a Google Chromecast az már egy ideje szolgálatban van nálam, de ez most úgy csak, mint hogyha most bontanám ki. Amint az látható, egy ilyen doboza van, amiben úgy rejtették el az eszközt, hogy mindig kifog rajtam majdnem. Többféle színben is lehet kapni. Nekem a fekete jött be legjobban, aztán volt piros is, de a lényeg az, hogy az egész egy ekkora eszköz, és a legegyszerűbb HDMI képes tévéből is, mondjuk egy nagyon olcsó Technika márkájúból is, mondjuk olyan soha nem vennék, még ha Zimbabwe-ben laknék sem, de a lényeg az, hogy nem csak a gagyi tévéket lehet vele felokosítani, hanem a márkásabbakat is. Ilyen például nekünk az egyik Sony tévénk, amiről 2012-ben vettük, 2012-es modell, 2014-ben vagy 2015-ben a Google és a Sony együtt közölték, hogy ez így már kezd elavulni, és nincsen YouTube, meg más sem. És ami a legfontosabb, Sony TV-re nincsen HBO Go alkalmazás, ami egyébként szerencsére támogatja a Chromecast-ot. Úgyhogy van nekünk egy ilyen, ezt külön ugye meg kellett jó kis pénzét venni. Most fejből nem is tudom, 15 000 körül vettem az emagból. Ez egy mágneses pánt, csak úgy megjegyzem. A cuccot azt... Ugye hát ezzel nyilván valamit kell csinálni, az egyik HDMI portra a négy közül rádugom, a másikat, hát ugye ez a töltője, hogy bírja is krafttal a dolgokat, és akkor kell neki egy ajzat, amiben nyilvánvaló behelyezem, látható, hogy egyébként most nem húzom ki, de akár PC-ről is tölthető lenne, vagy mondjuk egy USB elosztóról, ami aktív. A lényege tehát az a dolognak, hogy felokosíthatjuk vele a tévénket, és nem muszáj rögtön szaladni a boltba újat venni, ezt meg pont elfelejtettem belerakni. Hát itt mutatja, hogy miket támogat: YouTube, Netflix, Google Play. Megmondom őszintén, a Google Play-ből sok alkalmazást nem igazán tudtam rá letölteni, és érdekes, hogy az HBO Go-t azt nem reklámozza, pedig tudja azt is. 1080p-ben ugye lehet videó streamelni, tudja a 2,4 és az 5 GHz-es tartományú Wi-Fi-t kezelni. Hát és akkor leírja, hogy Androidhoz, iPhonehoz, iPadhez, Machez, Windowshoz, Chromebookhoz. De jó, hogy már 19 éve tanultam németül utoljára, ami azért nem tegnap volt. És akkor itt van egy link, amivel még lehet találni egyéb applikációkat is. Miután feltelepítettük a táblagépünkre, párosítanunk kell, mert ugye magától nem fogja tudni a táblagép sem, illetve a táblagépre telepített Chromecast alkalmazás, itt le van írva egy fejtágít, hogy miket kell csinálni. Első lépés, másik lépés és harmadik lépés, tehát első lépésben összedugjuk a cuccot, a második lépésben bekapcsoljuk a tévét, a harmadik lépésben megcsináljuk a párosítást, nekem a Nexus és a LG Leon telefonommal is össze van párosítva, és ha minden jól ment, akkor utána nagyon boldogok vagyunk és örülünk. Van itt egy ilyen szürke volt, amiről lövésabb nincs, hogy mi. Ja, de, várjunk csak. Ja, hát az ilyen védő cucc. Igen, hát pont ott van. Jaj, Istenem, hát igen, hát az ilyesmire oda kell figyelni. Az nyolja ragadt a kezembe, hülye macska után. Na mindegy. Igen, ma a macska is bejár a szobába, és hozza magával a kis parazitákat, a kis huncut. Na,
Tehát akkor ez lényegében ennyi lenne. Majd most átviszem és rádugom a tévére, de most abból külön nem valószínű, hogy videót csinálok, mert éppen tévézgetnek az emberek, de majd lehetséges, hogy bemutatom, hogy hogyan megy. Minden esetre nagy segítség, mert például a nagyszüleim nem jönnek át ide, mert nem olyan könnyű már nekik a mozgás, és akkor egyszerűen csak átküldöm táblagépről, okostelefonról, vagy esetleg magából a Google Chrome-ból a megfelelő bővítménnyel a streamet, és akkor öröm van és boldogság. Egyébként akkor meg is mutatom. Most hát itt van ez a Google Play oldal. Innen lehet látható is, hogy telepítve van, tehát innen lehet telepíteni, és akkor simán rátelepítődik. Ezek nekem mit ír, mire van rátelepítve. Na mindegy. Ja, igen, itt van. Ja, hát a fatalomnak a Nexus-án nincsen. Igen. Látszik, hogy a másik kettőre meg már telepítve van. Illetve ez a Google Play. Nézzük csak akkor, hogy mindegy, akkor legyen a magyar. Tök mindegy. Tehát itt van Google Cast. Most attól nem értem, mert itt van ebben az ikon, tehát itt van az ikonja. És át is lehet küldeni. Nem mindegy, hát hozzáadom még egyszer, hát most ezen már nem akadok fenn. És akkor... Jaj, hát persze! Jó, értem már, hogy mi volt a problémája. A másik e-mail címmel voltam bejelentkezve. Jó, tehát a lényeg az, hogy fel volt telepítve eddig is. Na, tehát akkor ez ennyi lenne, és hogyha valami YouTube tartalmat nézek, akkor az automatikusan, és mit tudom én, nézzük ezt, várjunk, mert utána még engem cseszegetnek itt, hogy mások munkájával ékeskedem. Itt van például ez. Tehát megjelenik itt az ikon, és akkor ugye választhatok, hogy ez, vagy most ugye azért nincs ott az a Sony TV-n, mert le van húzva. Na, tehát ez ennyi lenne, majd prezentálom esetleg a dolgot külön is, de az a lényeg, hogy ez így működik. És hogyha itt a bővítmények résznél nézzük, akkor itt kéne, hogy legyen felsorolva. Na mindegy, most ez nem érdekes annyira, mert az a lényeg, hogy fent van és működik, tehát nyugodtan aki tehát aki vásárol egy ilyen készüléket, azt tudni fogja használni. Egyetlen hátulütő van, hogy működik Androidról, működik iOS-ről, működik a Google Chrome-ból, viszont például a Mozilla Firefox-ból nem. Internet Explorer-ből megint nem. Az Explorer is egy olyan dolog, hogy már amúgy is kihaló félben van, Edge-ből megint nem fog működni, de
használjatok Chrome-ot, ha egyszer Google cuccot vásároltok. Na, ennyi lett volna ez a kis rövid szösszenet. Mindenkinek jó éjszakát. Sziasztok!